Pali bácsi évek óta egy jól felszerelt időgépen ügyködik, egészen addig, amíg ki nem derül, hogy a felesége, Veronika néni 60 évvel ezelőtt megcsalta. Lehet, hogy az így kipattanó szikra, vagy éppen a csillagok állása indítja be az egyébként használhatatlan szerkezetet, de Pali bácsi 1952-ben találja magát. A kérdés az, hogy mi a jobb? Megváltoztatni a múltat, vagy vállalni az életet úgy, ahogy van? Szőcs Artúr rendező, aki először dolgozott a Nyíregyházi társulattal, nagyon kedvelte a szellemes történet próbáit. Talán ez a történet is olyan, hogy előbb-utóbb kiderül az, hogy minden úgy van jól, ahol eleve rendeltetett az embernek. Ha változtatni akarunk a múlton, akkor az szörnyű következményekkel jár, úgyhogy talán nem annyira jó, de így legalább nagyon vicces helyzetekbe keveredik, és mi nézők talán jót derülünk ezen. A 80 esztendős Pali bácsit, az időgép feltalálóját Puskás Tivadar alakítja. Az időutazás az egyrészt kíváncsiság a jövőre, másrészt megemlékezés a múltra. Aztán, hogy igazából azt boncolgatja ez a darab, komikusan, komolyan, helyzettől függően, hogy érdemes-e mindent visszakutatni, mindenről tudni. Vajon szerencsése, hogyha megtudnak olyasmit, amit talán nem is kellett volna, és akkor boldogabb marad az életük. A főbb szerepeket Puskás Tivadar mellett Szabó Márta, Kosik Anita, Tóth Károly és Ijjés Ákos alakítják. A premier szombaton lesz a Móricz Zsigmond Színházban.